Sziasztok! Ígéretemhez híven szeretném folytatni sportkarabélyokkal kapcsolatos videósorozatomat. Kecskés Robert vagyok a Cignerjak Kft-től, és ezúttal a Luvo által gyártott 9x19-es r 15 ös karabély változatot szeretném nektek nagyon gyorsan bemutatni. Amit itt láthattok, az tulajdonképpen egy la 15 ös Luvo alsó rész, és ami a lényeg itt, az, a, az tulajdonképpen ez a 12,5 inch csőhosszúságú, felső rész, váltószett, amelyet bármilyen mil gyártású alsó részre föl lehet tenni. Tehát tulajdonképpen semmilyen fő alkatrészt nem kell cserélnünk ahhoz, hogy tudjuk használni ezt a váltószettet. Tehát ami a nagy előnye a rendszernek, hogy ugyanazzal a sütéssel tudjuk használni a 223-as karabélyunkat és a 9x19-es pisztolykaliberű váltószettünket is, vagy akár majd a későbbiekben bemutatott 22-es váltószettet is. Tehát minden kiegészítő tulajdonképpen ugyanaz marad alapban a fegyverem, már ami az alsó részt illeti. És a felső részről egy pár gondolatot azért beszéljünk. A felső részen végigfut tulajdonképpen a cső hossz végéig egy pikatini sín, amire ugye bármilyen optikát fel lehet tenni. Tehát gyárilag el van látva a felső rész egy felnyitható diopteres irányzékkal, amit akár le is tudunk venni a fegyverről, de már így alapban is elég jól használhatóvá válik a fegyver. Illetve az előágyom végig kímodos csatlakoztatási pontok találhatóak, mint két oldalt, mint pedig alul. Ahogy említettem, ez egy 12-es 12,5 inch csőhosszúságú felső rész, amely egy szabványos menettel van ellátva a végén, és egy szintén szabványos lángrejtővel van ellátva, de a lángrejtő helyére tulajdonképpen bármilyen csőszájféket, kompenzátort fel tudunk szerelni a fegyverre. Egyébként a felső rész, mint az látható, porvédővel ugyanúgy el van látva, illetve a kezelő szervei ugyanazok, mint az AR-15-ös változatokon. Annyi különbséggel, hogy a forward assist látszólag működik csak, tehát ben van a forward assist, de magában a zártesben nincsenek meg a bordák, illetve a fogasléc, tehát ez csak egy álca, de legalább jól néz ki így a fegyver. És ugyanúgy működik rajta minden funkció, tehát mind a tárkioldó, mint pedig a szánakasztó. Hogy mennyire egyszerű átszerelni a fegyvert, azt gyorsan be is mutatom, tehát tulajdonképpen balról jobbra a fegyver két szerelőcsapját kihúzzuk, és tulajdonképpen ugyanúgy, mint bármelyik r 15 ös már AR-15-ös rendszerű fegyver, tulajdonképpen el is távolítható a felső rész. Szabad tömegzárás rendszerről van szó, tehát egy egyszerű zártest van tulajdonképpen az alumínium felső részben, illetve egy ugyanolyan felhúzókar, mint egyébként a 223-as rendszerek esetében. Hogy az alsó részben mi szükséges még a működtetéshez, az gyorsan bemutatnám. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy a rendszer működjön, egy tárbetétet kell behelyeznünk az alsó részbe, illetve a tár, a 223-as tár helyére. Ez tulajdonképpen egy acél tárvezető, ami helyére pozícionálja tulajdonképpen a tárat, tartalmazza egyébként a szánakasztó egy részét is, Két csatlakoztatási pontja van, az egyik az a tárrögzítő, a másik pedig egy csavaros ékes rendszer, ami kicsit nekifeszíti magát, ezt a fémtestet az, az alumínium alsó résznek. Ebben a videóban csak egy gyors működéspróbát mutatok be nektek, a pontossági teszteket, illetve összehasonlításokat majd egy másik videóban fogom összefoglalni ahol bemutatom a 2.23-as különböző csőhosszaságú lúvókarabélyokat, illetve a 9.19-as változatot, és hozzáadjuk még a 2.22-es változatot is. A rövid teszt során azt láttuk, hogy problémamentesen működött a fegyver, tehát az összes funkciója, mind a szánakasztás, mind az adogatás, mind pedig az akadálymentes működés teljesen biztosított volt. Remélem, hogy hasznosnak ítélitek videómat. Ha igen, akkor kérlek osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel is. Kérlek iratkozzatok föl hírlevelemre, illetve YouTube csatornámra is. Köszönöm szépen, szép napot kívánok!